Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Ti földi országok, énekeljetek Istennek. Zengjetek az Úrnak. Száguld az egeken át, az ősi egeken át. Halld, hogy a mennydörög hatalmas hangja. Hirdessétek Isten hatalmát, fenségét Izraelen, erejét a fellegekben. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ti földi országok, énekeljetek Istennek, zengjetek az Úrnak. Olvasom Isten igéjét Lukács evangéliumából, a 10. fejezet 38. és 39. verséből, amelyek így szólnak. Amikor tovább haladtak, Jézus betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Elég a fecsegésből, az üres beszédekből, cselekedni kellene. A legtöbbünkben erős az a meggyőződés, hogy nem beszélni kell valamiről, hanem tenni, csinálni, mert ez viszi igazán előbbre az eseményeket. Ha valaki tetrekészen cselekszik, és nem csupán beszél arról, mit is kellene tenni. Épp ezért, ha elolvassuk Lukács evangéliumából Mária és Márta történetét, talán rögtön a tevékeny, minden vendéget kiszolgáló, sürgő, forgó Mártához húz a szívünk. És rögtön úgy érezhetjük, hogy jogos az ő felháborodása. Hogy tegye mindenki a dolgát rendesen, és segítsen a többieknek is, ha van ereje, lehetősége rá. Fogja meg a munka végét, és ne üljön le, amíg mások sürögnek, forognak körülötte. Ám az elmúlt hetek, hónapok eseményei talán a legtöbbünkkel igazán testközelből megtapasztaltatták annak a fontosságát is, hogy komolyan odafigyeljünk belső életünk jelzéseire. Igen, az üres fecsegést és a tétlenséget valóban el kell hagyni, mert mindkettő ártalmas. Ugyanakkor lelki életünk igenis igényli a megállást. Akármennyire is dúl valakiben a tettvágy, akkor is időt és teret kell adnia a belső életének, főleg, ha lelkileg érzi magát szorongatva. Így hiába tesz meg mindent a kézzel fogható anyagi világban, ha a baja lelki eredetű. Mint ahogy ezt a közelmúltban bizonyosan számtalanszor megtapasztaltuk. Kívülről hiába látszom tetrekésznek, hiába teszek meg mindent, ha belül támasz nélkül vagyok. És épp ezért cselekszik helyesen Mária, aki akár nővére rosszallását is elviselve időt szán arra, hogy Jézus Krisztustól, Isten felséges dolgairól, szeretetéről halljon. Mária tudja, hogy kell ez a jézusi iránymutatás. És hiteles az a remény, amelyet Jézus szava táplál az őt hallgatóban. Valóban Isten szava az, amely Jézus szájából elhangzik. Ugyanakkor mindnyájunk számára fontos, hogy teret adjunk a lelki életünknek, és időt szánjunk arra, hogy a Jézus Krisztusról szóló örömhírt megismerjük. És minél jobban részévé legyen az életünknek az örökké való Istennel való közösség. Legyen természetes az, hogy időről időre lélekben Krisztus lábához telepedünk. És befogadjuk az ő szavát, mert ezek a szavak megnyugvást hoznak a léleknek, bátorítást adnak, és életre keltik a csüggedőt. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szent lelked éltető jelenléte mentse meg bennünket mindenféle csüggedéstől, és főként attól, hogy belekeseredjünk a tehetetlenségbe.
Ehelyett ösztönöz mindnyájunkat arra, hogy megismerve Szent Fiat tanítását, megvalósuljon az ő szeretete rajtunk keresztül, és krisztusi lelkülettel felvértezve legyünk az ige cselekvő megtartóivá. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.